2022 utolsó napjaiban immár 22. alkalommal jöttek össze a kispályás futball szerelmesei évvégi futballfesztivál keretében. Már maga a torna megrendezése is örömteli, hiszen az utóbbi években bőven voltak nehezítő körülmények. Sok nehézség volt, mert az elmúlt két év miatt a Covid határozta meg, hogy lehet torna, nem lehet, hány csapat merre jelentkezni, hány nem. Idén meg, amikor már azt gondoltuk, hogy sinem vagyunk, bejött az energiaválság, ez elég nagy komoly problémák elé állított minket, ezért be is kellett vezetnünk egy olyan újítást, hogy ugye belépőjegyes, amit próbáltunk nagyon szerényen, tehát 500 forint volt az első két nap, 1000 forint a harmadik nap, és hát látható, hogy hosszú távon is csak így lehet már majd tartani. 52 csapatot láthattunk összesen a parketten, és ebbe 5 kupa fért bele, gyakorlatilag amatőr, öreg fiú, U11-es torna, profi kupa és a női kupa, és egy gála mérkőzés, ahol a Molfehérvár FC az RBD-vel játszik, az RBD 30 tiszteletére. Az első nap az amatőröké és az öreg fiúké volt Zömében Fehérvári, illetve Fehér megyei résztvevőkkel. Először rendeztük meg ezt az amatőrágat, és a 16 csapatból 15 Fehér megyei csapat volt, egy érkezett Pécs környékéről, tehát ez egy nagyon jó, hogy a hazai közönségnek és a hazai játékosoknak szólhatott az amatőrkupa, és a kislángi Farkasfalka csapata nyerte meg az amatőrkupát. A profi kupában 16 csapat játszott csoportmeccseket, majd egyenes kieséses szakasz, de az utánpótlás és a legjobb női csapatok is láthatóak voltak a VOK parkettjén. December 30-án, a zárónapon, reggel 7 óra 40 perckor, hogy beleférjünk a napba, U11-es tornával kezdtük 6 darab csapattal. Itt volt egy határon túli csapat Komárnó csapata, illetve érkeztek Nagykanizsa barátaink, a többiek pedig a fehérvári paletta képviseltette magát, hiszen a házigazda videóton baráti körön kívül a Feketehegy, a Főnix és a Molfehérvár küzdött a végső aranyér. Majd ezt követően a női kupa küzdelmeit láthattuk, ahol 5 csapat küzdött egymással. Itt is köszönthettük többek között a Molfehérvár csapatát, és a megyékből a többi női csapat közül még 4-en érezték úgy, hogy jelentkeznek a tornára, nagy örömünkre, és akkor délután pedig az egyenesági küzdelmek és a gálamérkőzés. A női tornát a Sárkeresztes, az U11-es tornát a Molfehérvár, a profikupát pedig a Villanegra csapata nyerte a 22. futballfesztiválon, amelynek sikere garantálja, hogy nehézségek ide vagy oda, 2023 végén is megrendezi majd a futballfesztivált a Videoton baráti kör.